Szóval üdvözölnék mindenkit, ebben a videóban megnézzük a 2019 májusi ML szintű programozási érettségének a megoldási menetét. Kivételesen ez az első videó, előre megoldottam a feladatot és úgy fogom fölvenni, csak mert első ránézésre elég netesnek tűnt egy-két ponton, és úgy gondoltam, hogy többet tudjak róla mesélni, inkább először kidolgozom. A feladat PDF meg az ilyesmi az lent lesz lent a linkben a GitHub linken, ott megvan a megoldás, a forrásfájl meg a PDF is. A mostani videó annyiba fog átérni, hogy ebben a videóban Java 8-as streamekkel fogjuk megcsinálni a feladatmegoldást. Ennek lesz, a videónak lesz egy B-változat, amiben a hagyományos forciklusos meg if-es módon fogjuk megcsinálni. Tehát ebben a videóban konkrétan egy darab forciklusra fogunk írni, meg egy darab if-et se konkrétan elméletileg. A következő B-részében meg majd olyannal fogjuk megcsinálni. Na. Szóval kezdjük el is megnézni, létrehoztam egy üres mint, ezt a feladatot átteszem a másik monitorra, és akkor a txt-nél azt tudjuk, hogy jó sok adat van benne, ugye van benne egy nap, van benne egy időpont, egy rendszám, egy felhasználói azonosító, vagy nem tudom minek nevezni, személyazonosítónak, egy jelenlegi kilométerállás, és az alapján van 0 vagy 1, hogy ugye elvitték az autót, vagy visszahozták. Szóval ugye kezdjük is el, hogy írjunk hozzá egy class-t, amiben ugye a dolgainkat el fogjuk tárolni, nevezzük el a class-t autónak, csak mert autókat tárolunk, de. Ugye eltárolunk benne egy napot, akkor eltárolunk benne egy időpontot, az legyen local time, amiről még mindig kell csinálnom egy videót. Arról majd fogunk valamikor máskor. Ugye eltárolunk benne egy string rendszámot, eltárolunk benne egy személy azonosítót, illetve eltárolunk benne egy int kilométer számot, ugye a jelenlegi kilométerállás, és akkor az alapján csinálunk egy booleant, hogy elvitték-e a kocsit, vagy visszahozták. Ugye én nem kihajtás és behajtásnak neveztem, mint a PDF-ben, hanem elvitelnek és visszahozatalnak, az szerintem egy kicsit logikusabb, nem tudom, az a elvit kibehajtás számomra olyan. Na mindegy. Ugye mi mondtam, hogy a streamekkel csináljuk, hogyha valaki olyannal akarja csinálni, akkor nem ezt a videót kell megnézni, egy másikat. De ezt is érdemes egyébként megnézni, hát tanul belőle valamit az ember. Ilyen ezt szokták mondani a programozásra. Szóval akkor ugye meg itt csináljuk, ja, végig fogok varozni mindent, én nem írok ki lószart sem, mert nincs kedvem. Szóval azt mondjuk, hogy var autó, ugye felnyitjuk a fájlt, a path.off, path.off milyen neve a txt-nek? Autók. .txt, ugye annyi, hogy őt mapelnünk kell autókká, és toarray jezzük, autó, toarraynek sima zárójelben, autó, tömb, és new, azért rinyál, mert hogy itt nincs begadva neki ez a sor, és így jó, és akkor most már csak az exception-t kell lekezelnünk, jó. És akkor ugye a fejlesztésben még egy dolog hiányzik, az, hogy megcsináljuk maga a szétválasztás és az adat átállás. Szóval először szét kell splitteni ugye a sorunkat. A fene nem tudok írni, most sem szuper. Ugye annyi szétválasztottuk, és akkor ugye a napról tudjuk, hogy ő csak egy darab int, és be kell parszolnunk a splitből a nulladik helyről. A időpontunk, azt megírhatnám kézzel, hogy szétszedem és úgy, de igazából van egy local time pont parse nevű függvény, amivel konkrétan beparszolok egy időpontot. Splitből az egyes indexem van. A rendszám, a ő string, baromi egyszerű, és beadjuk neki a kettes indexen levőt. A személy azonosító, az meg egy integer parse int, ugye a splitből a 3-as kilométer szintén. Ebből a 4-es, és az elvitel, ugye az alapján lesz true vagy false, hogy 0 vagy 1. Ugye, hogyha 0, akkor true. Tehát akkor elméletileg azt kell mondani, hogy a splitből az 5-nek a legelső karakter, ugye, vagy csak egy karakter, ugye, hogy megegyezik-e 0-ával. Ugye, hogyha 0 karakter, akkor ez az elvitel boolean, ugye ez true lesz. És akkor, ja, akkor vitték el, hogyha 0. És ha 1, akkor visszahozták. Legalábbis én így fogtam föl, mikor megoldottam először. Jó, ugye el kell olvasni rendesen a feladatot, mert minden, ugye azt én most skippelem, mert akkor egy óráig itt törünk. És akkor kezdjük is el neki, hogy olvassuk be és találjuk el, megtörtént. Ugye meg, hogy melyik autót vitték el utoljára a parkolóból. Tehát elméletileg végig kell mennünk az összes autón, megkeresni az utolsót, aminek, amit elvittek. Tehát elvitele volt, abból lenni a true volt, és ugye meg kell keresnünk a legutolsót, és kiiratnunk a képernyőre, ilyet már láttunk nagyon sokszor, nagyon sok feladatban, ez ugye szimpla queryzés. Szóval azt kell mondani, hogy ugye filterezik az autókat az alapján, hogy elvitel volt,
És ugye reduce-olnunk kell, ugye van find first, ugye ő megtalálja a legelsőt, ugye find last nincsen, szóval azt nekünk kell megírni kézzel. Annyi, hogy azt mondjuk, hogy a eddigi eredmény és a következő eredményből választja ki meg a következőt, amivel megkapjuk mindig a leges legutolsót, és azt mondjuk, hogy ha ő létezik, akkor írassuk ki második feladat néven. Kap a napdik napon. Rendszám, csak hogy ne kelljen annyit izét írnom, k.rendszám, jó. Teszteljük le, hogy működik is-e, működik-e egyáltalán bármi is. És ezt ki is írja, utoljára jött autó a 30. napon, és a rendszám CLG300-as, és azt írja a minta is, úgyhogy elméletileg sinem vagyunk, innestől már remélhetően nem baszunk el semmit. Lol. Na. Hármas, kérjen be egy napot és kiírja a kép... Igen, ugye be kell olvasni konzolról. Na, konzolról való beolvasásról... hol van? Kérjen be egy napot és írja ki a képernyőre, mint a... Igen. Napot kell. Akkor azt mondjuk, hogy try var input egyenlő new scanner. System.in-eljük. Ineljük. És akkor ki kéne íratni először valamit, hogy harmadik feladat írj be egy napot. Jó. Köszönjük, hogy var be nap, ugye input.nextint. Tehát ezzel lesz egy bug, de ezt most egyelőre így hagyjuk, a bugot majd mutatom később, hogy olyan kell kijavítani, és hogy mi a bug. Jó. Ez a hármas feladat, és csináljuk meg, hogy mely autókat vitték ki és hozták vissza az adott napon. Tehát ugye konkrétan beolvastuk a napot, és akkor ugye végig kell néznünk az összes autót. Autók, ha nyomunk egy streamet. Filtereznünk kell, hogy a nap megegyezik-e. Tehát a nap megegyezik a benappal. És forítsálnunk kell konkrétan az alapján, hogy itt a kocsink. És a sziszózzuk. Mit kell kiiratnunk? Először a rendszámot. Az K lett volna. Plusz. Forgalom a negyedik nap. Először időpont kell. Elnéztem. K pont időpont. Igen. Teszünk ezt stokers. Aztán a rendszám. Aztán kell az azonosító, ha jól látom. Az azonosító is ugye az alapján kell eldöntenünk egy stringet, hogy ki vagy be. De azt mondjuk, hogy k.elvitel. Hogyha elvitték, akkor ugye ki. Hogyha nem elvitel, hanem visszahozatal, akkor meg be elméletileg. Nézzük meg, hogy ő helyes is-e. Ugye írjon be egy napot, begyük a 4-es, és akkor azt mondja a 12.50-esre, hogy ő egy kivitel volt, 561, izé. Jó, az adatok rendben vannak, szuper. Készen vagyunk a 3-assal. Jöhet a 4-es. A 4-es feladat azt mondja, hogy adjunk meg, hogy hány autó nem volt bent a hónap végén a parkolóban. Na, én erre kitaláltam egy fantasztikus logikát. Na, hogy azt mondtam, hogy ebben a fájlban konkrétan 294 tehát kocsi mozgás van. Ugye elméletileg ennek a felének azt kellene, hogy elvitték, a másik felének azt, hogy visszahozták. Tehát elméletileg tudnánk egy olyat csinálni, hogy megszámoljuk azt, hogy hányat hoztak vissza, beszorozzuk kettővel, akkor elméletileg meg kéne kapnunk azt, amennyit elméletileg el kellett volna vinniük összesen, meg visszahozniuk. De hogyha ezt a számot ugye megszorozzuk kettővel, amennyit visszahoztak, és kivonjuk az eredetiből, akkor megkapjuk a kettőnek a különbségét. Ez azért jó, hogyha megkapjuk a kettőnek a különbség, az pont az, hogy mennyi autót nem hoztak nekünk vissza. Tehát elméletileg van visszahozottak száma. Ugye nyomunk rá egy streamet. Az autókra. Ezt most egy sorra írom kivételesen. Azt mondjuk, hogy ugye elvitel, de ugye nem elvitel, hanem visszahozatal, úgyhogy megfordítjuk, és meg kell countolnunk. Konkrétan ennyi. És ugye ki kell iratnunk ez a negyedik feladat? Negyedik. És ugye azt mondjuk, hogy elmentük az összes autónak a számára, hogy az autó.length. Őből le kell kivonnunk a visszahozottakat, ha beszoroznánk kettőm elméletileg. Ugye ennek ugyanannyinak kéne lennie, mint az autóknak a számának, de ugye nem, mert hogy ugye kevesebbet hoztak vissza, tudjuk ugye a fájlból. Jó. És akkor elméletileg írjon be egy napot, 4, ugye és akkor kiírjuk, hogy nem visszahozott autók száma az 4. Szóval, ja, ő így rendben van. Ötös feladat. Mi az ötös feladat? Készíteni a statisztikát lényegképpen, hogy 10 autó esetben ebben a hónapban megtett távolságok kilométerben. Na igen, én ezt a feladatot úgy álltam hozzá,
Ugye mi vannak rendszámaink, konkrétan ezekhez kell hozzá csoportosítanunk mindegyikhez a legkisebb és a legnagyobb kilométer számba. Szimplán csak azért, hogyha a legnagyobbból kivonjuk a legkisebbet, akkor megkapjuk ugye a különbséget, ami az, hogy hány kilométert tettek meg. Szóval ezt csináljuk is meg. Ugye azt kell mondani, hogy a response stream, itt már ismerjük nagyon jól, és már elég unalmas. Igen, és ugye őt össze kell kollektelnünk, ugye grouping bárjoljuk, ugye először a rendszámhoz, és ő hozzá kell használni egy summarizing int nevű kollektort, ami azt mondja, hogy valamilyen property-re kiszámolja a legnagyobbat, a legkisebbet, az átlagot, meg ilyen hasznos dolgokat, és ezt fogjuk használni konkrétan. Azt mondjuk a summarizing int, és a k pont kilométert statisztikázza ki nekünk, és akkor minden egyesre ugye elnyomunk egy for each-et, ahol ugye két paraméterünk lesz. Itt a legelső paraméterünk a rendszám, és aztán a statisztika. Ez már talán az ötös feladat? Igen, ez már az ötös, ide írjuk majd a ötödik feladat. Jó. És akkor is kell tennünk egy System.Printline-t, ugye ezzel egy kicsit rendezgessük. Ugye a stat, ugye a getMaxból elvonjuk a stat getMint. Csak nem emlékeztem a függvényekre egyébként. Függvénynevekre. Egyébként azért nem akartam kiírni főleg. Még ugye ez egy szám lesz, úgyhogy zárójelbe tesszük, hogy a string dolog miatt ne legyen probléma, és utána még ezután teszünk egy stringes szó közt. Jó. Mert is egy stringes kilométert. Jó, rendezzük a zárójeleket, elméletileg rendben vannak. Jó, írjon be egy napot. 4. És akkor elméletileg megkaptuk, csak ugye nem jó sorrendben, de a számok jók, 6751, ezt gyors kijavítjuk egyébként, hogy jó sorrendben. Annyi legyen, hogy ugye, ha alap grouping byte használjuk, ugye hashmap-et csinálni, a hashmap-nek nincsen fix sorrendje, úgyhogy azt mondjuk, hogy treemap-et használjunk, és akkor így elméletileg most már a konzol kiiratás az rendes sorrendben lesz, úgy van. Ugye a treemap az a kulcsot sorba rendezi string esetében, vagy ABC is sorrend szerint. Szóval ez meg is történt. Na és akkor most jön az őrület. Eddig szerintem baromi egyszerű volt. Most jön az ötös, ahol már egy kicsit gondolkodni is kellett, mert hogy ugye eddig csak egyesével kellett nézegetni az autókat, most viszont kettesével kell nézegetni. És az a baj, hogy nekünk ahogy a fájban vannak, az nem jó. Vagy azt kéne, hogy kettesével nézegetni, ugyanaz a rendszámokat, és az alapján, hogy ki vagy be számolni különbségeket. Én ugye azt mondta, hogy keresünk meg azt, aki a leghosszabb távolságot tette egy elvitel alatt. Na most erre én azt láttam, hogy érdemes lenne egyébként sorba rendezni először a tömböt. Ugye a response sorta ez. Azért teszem a leglére, mert a többi feladat egyébként ez ettől nem függ. Tehát konkrétan csak annyi, hogy sorba rendezzük az autókat, és akkor ugye a sort az fogad egy komparátor, szóval megírjuk neki, hogy komparátor, hogy comparing, és ugye a rendszám alapján. Nem adom, hogy Eclipse semmit nem ajánl föl egyébként. Mindent kézzel kell bírni, de nem baj. Na ugye most annyit csináltunk, hogy rendszám alapján sorba rendezzük őket, és akkor ugye alapból sorba voltak rendezve a kilométer alapján, szóval rendszám szerint szépen sorba lesznek egymás utána kibek, kibek, kibek. És akkor konkrét annyi, hogy kettesével végig megyünk az összesen. Ugye kettesével végig menni, azt streamek nem tudjuk, csak annyi, hogyha egy int streamet, konkrétan egy index range-et kérünk. Szóval azt mondjuk, hogy az autók.lentig megyünk, ugye ettől indulunk el a legelsőt, azt kihagyjuk. Ugye filtereznünk kell egy index alapján. Ugye először boxolunk kell őket, bocsánat. Boxolunk kell, mert szimplán, hogyha nem boxoljuk az integer-et integer-re, akkor nem tudjuk őket maxolni majd a legvégén. Az egyik függvény nem működik, hogyha nem csináljuk meg azt röviden. Akkor azt mondjuk, hogy k. És én inkább így. Ja, innek neveztem el, jó. Sétlen itt gondolkoztam valami. És meg kéne nézni, hogy a előtte levőnek, meg a következő, meg a jelenlegének ugye a rendszáma megegyezik. Tehát azt mondjuk, hogy az i, pont a rendszámnak meg kéne elméletileg egyeznie az autókból az i minusz egy pont rendszámmal, és az autókból az i-nek visszavitelnek kell lennie, mert különben nem tudjuk kivonni a különbséget, akkor bugos lesz. És akkor maxolnunk kell konkrétan egy int property alapján, ugye itt még mindig indexünk van, ugye most végig indexel dolgozom, ugye int streamünk volt, ugye maximálisat keresünk az alapján, hogy az autókból az i-nek a kilométere ből el kell vonnunk az előtte levőnek a kilométerét. I minusz egy pont kilométer, ugye ez alapján kapunk egy indexet, ami a legnagyobb kilométer különbségű autónk. Konkrétan, és hát autó állapotunk, hogy nem tudom, hogy nevezzem. És akkor kapunk egy optional integert, és akkor meg kell néznünk, hogyha van ilyenünk, akkor említem, hogy mi megkaptunk egy indexet, és kiírjuk hatodik fadat lévén. Ez egy leghosszabb út.
ki lekérjük a személyazonosítóját. Egy kicsit hosszú sor lett, illetve rinyál, hogy szerintem ez itt nem jó, mert nem tetszik neki a matekos díj benne. Zárójelben hajintjuk. És csömbben maradt, szuper. Ez mindig jó, mikor csömbben marad a fordító. Bérünk egy 4-est. És kemente kiírta az 1551 kilométert és a személynek a 506-ost, ami a PDF-ben pont ennyi szerepel. Nagyon jó. Elég jól haladunk. Ez konkrétan volt a 6-os feladat, és már csak egy van. Ergo már 7 feladat van. Jó. És akkor most jön a szkenneres bug. 7. feladat. Írj be egy rendszámot. Jó. Akkor azt bekérjük, var rendszám egyenlő, ugye input.next. Ugye nextet használunk, akkor említek talán nem is kéne bugnak lenni egyébként, ha nextet használunk. Ha nextet használunk, akkor azt hiszem nincsen bug, de mindjárt megnézzük. Ja, akkor nincs bug. Jó, akkor nem is beszélek a bugról, legalább annyit megspórolok. Ja, így működik. Annyi egyébként, hogyha next szintet használ az ember, és utána egy next line-nal akar valamikor olvasni, akkor ide is ezután is kell tenni egy next line-t, mert a Eclipse-en belül a enterezés miatt elcsúsznak a dolgok. Szóval annyi, hogyha next-et használsz, hogy itt most használtunk next-et, mondja, tudjuk, hogy ezt szótaból áll a rendszám. De, ja, lényegében van egy ilyen bug, amire érdemes figyelni. Hogyha netalántán túlcsúszna beolvasáskor, hogy ezt mondjuk ignorálná, és annélkül menne tovább a kód, hogy bekérni ténylegesen konzolról, akkor egy next-int, vagy valami után érdemes egy next-line-t tenni. Lényegében ennyi a lényeg. Na nézzük akkor, mi a problémánk, ugye beolvastunk egy rendszámot, és akkor az alapján kell, hogy ugye a file-ba fogunk írni valamit. Na, ezt az egyik az, hogy mit írjunk a file-ba. Tehát azt mondjuk, hogy file-ba. Végig kell streamelnünk ugye az autókon. Ugye azt mondtuk, kérjünk be, igen, a txt-t majd az anyelv alapján kell, tabokkal kell, igen. De erre fogunk írni egy függvényt egyébként, ami a formázást csinálja meg, hogy normálisan legyen a fájba beleírva a dolog. Ugye ez nem biztos, hogy a rendszernek meg kell egyeznie. Tehát azt mondjuk, a rendszernek ikolnia kell a rendszámmal. Jó. És akkor most jön azt, hogy majd mapelnünk kéne valamilyen stringi, ugye az autót, de azt mi nem ide fogjuk megtenni, hogy leteszem ide lent egy függvénybe, mert különben nagyon-nagyon hosszú lesz a sor. Tehát azt mondjuk, hogy public string to file, vagy hát legyen to file, mit tudom, info, és azt mondjuk, hogy ha elvitel, ugye akkor visszatérünk valamivel, meg egyébként valamivel. Hogyha elvitel volt, akkor ugye annyi, hogy a mintába, ha nézzük, ugye ha elvitel, akkor lesz, hogy kell a személyazonosító, és elvitel ez itt ennyi, és akkor most jön az, hogy ha nem elvitel, akkor térünk vissza a nap, a pontos, igen, ő, elméletileg ő kell nekünk, az egész, ki annyi, hogy a kilométer után még kell tennünk egy új sor karaktert is, hogy ugye mivel visszahozatal volt, akkor a következő elvitel, az ugye új sorba kezdődjön. És ezt így meg is írtuk, azt mondjuk, hogy auto, to file info, és elméletileg őt kollektáljuk, egyben joinoljuk őket egy darab stringi. És akkor ezt az egyetlen darab stringet fogjuk mondja beleírni file-ba. Annyi, hogy én ugye file.write stringet használok, de nem mutatom mi van, hogyha Java 8-on vagytok, mert ez Java 11-től van. Szóval azt mondjuk, hogy path.off, mi a fene? Ugye rendszám, és akkor ezt kell hozzátenni azt, hogy alsónalmenetlevél.txt. Jó, file-ba ugye őt írjuk bele, a izét, és akkor az mennyitási izék, az a write, create és truncate. Ugye a truncate azért kell, hogyha már van file, akkor kiürítse, create, hogyha nem létezik a file, write meg alapból kell. Annyira, hogy bele static importolni, és akkor sokkal rövidebb lesz a sor. Az annyi történik, ugye a standard open option-t elszedi előre, mert fölteszi egy static importként, ennyi. Ugye kitértem arra, mi van, hogyha Java 8-on vagytok, hogy akkor Java 8-on nincs ez a write string. Akkor annyit tudtok csinálni, hogy files.write, és akkor ugye nem path.off van Java 8-on, hanem paths.get. Ugye ez konkrétan ugyanaz marad. Annyi, hogy a file-ból lekértek a byte-okat, konkrétan egy byte-tömbbe alakítjátok, és ez meg megegyezik. Tehát annyi konkrétan, ugye ez Java 11 mondjuk, sőt 11, mert ez csak 11-től van, ez meg Java 11 előtt az alatta levő sor. Tehát az alatta levő sort azt akkor írjátok meg régebbi Java-ba. Ja. Ugye én ezt hagyom benne, mert én újabban vagyok. Jó. Akkor elméletileg ennyi lett volna az egész feladat. Készen vagyunk.
Ugye ez volt a streames megoldás, mint mondtam, lesz még egy videó, amiben forciklusokkal meg ilyenekkel fogom megcsinálni. Azt még nem tudom, hogy, mert azt még nem írtam meg. Szóval arról még nem tudok mesélni, hogy az mennyire lesz katasztrófa. Szerintem eléggé, mert ja. Na majd minden majd kitalálom. A megoldás meg ilyenek lent vannak a GitHub linken, a leírásba. Valakinek valamilyen kérdés van, kommentben nyugodtan írhattok, válaszolok rá, szerintem majdnem, hogy azt nem mondom, hogy rögtön, de az erős lenne. Ja, remélem tetszett a videó. Na jó van, köszönöm szépen, és akkor a következő B részében ennek a videónak találkozunk. Sziasztok!